Tapoljon és nyerjen! Ezzel a reklámszöveggel jelent meg 1998. decemberében a TVR7 műsorújság. A tapok, ahogyan nevezték őket, kerek alakú, tapadós, kb. 3 cm átmérőjű, s a reklám szerint fénnyel feltölthető űrlények voltak. Ezeket a kis bigyulákat a Shell töltőállomások s néhány nagyobb üzletlánc értékesítette. A tapok egy nyereményjáték eszközei voltak még a múlt évezredből. A reklámot azzal a szöveggel fokozták, hogy már az egész ország taplázban ég. A tapoknak az új TV2-höz volt köze. Az akkoriban újdonságként ható csatornák, az RTL Klub és a TV2 sok meglepetéssel lepte meg a tévénézőket. Remek frissítőként ható műsoraikkal egy csapásra megszerettük őket. A tapokat egész egyszerűen a televíziós készülék egyik felső sarkába kellett tapasztani abban a pillanatban, amikor megkezdődött a TAP logóval megjelölt film. Ezekről a tévéújságból szereztünk tudomást. Az adott műsor mellett ott volt egy TAP logó, amely jelezte, hogy ebben az időpontban lehet feltölteni ezeket a kis űrlényeket. A film kezdetekor a képernyőn megjelent egy sárga kör, erre kellett tenni a tapot, amely könnyen oda is tapadt, a film végén pedig leszedtük őket. A játék kitalálói szerint ezek abban az időpontban feltöltődtek, s a már feltöltött tapokat egy borítékban kellett beküldeni a TV2 szerkesztőségébe. Valljuk be, mi halandó emberek semmit sem érzékeltünk abból a bizonyos feltöltődésből. Még csak foszforeszkálni sem foszforeszkált. De elhittünk mindent, mert szerettünk játszani, pláne értékes nyereményekért szilveszter idején. A tévéimádók ezért hát valamennyien tapoltak. A nyeremények igen vonzóak voltak. A sorsolást igazán kedvező időpontra tették, 1998 szilveszterének napjára élő egyenes adásba. Nyerni lehetett 10 darab Opel Corsa Beat márkájú autót, 10 álomutazást Izraelbe, 50 darab Panasonic TV-t és további 8000 nyereményt. Ezzel sokak szilveszterét tették kellemesebbé azon a napon. A játékot a Kodak Express, a Shell, a Coca-Cola, a McDonald's és a TVR7 is támogatta. A tapok népszerűsége ugyan rövid életű volt, de biztos vagyok abban, hogy erre is sokan szeretettel, nosztalgiával gondolnak vissza. Kellemes emlékezést kívánok mindenkinek! Sziasztok!